egyetlen döntés megváltoztathatja az egész életet. Nem. Másfél évvel ezelőtt nem igazán csináltam semmi más, csak ültem a szobámban, és olvastam a pár könyvem. Na jó, rengeteg könyvem. Valójában a tavalyi évem első fele azzal telt, hogy csak olvastam, és olvastam, és olvastam, és ja igen, olvastam. Aztán felvetődött bennem a videózás ötlete, és ebből az egész ötletből megszületett ez a csatorna, ami nélkül ma már hát szinte el sem tudnám képzelni az egész életemet. És itt jön a képbe a Dell-nek a versenye, ahol ti is megosztatjátok velünk az ötleteiteket. Már biztosan láttátok Annának vagy Ágynak a videóját, szóval szerintem nem fogok sok újat mondani nektek ezzel, de szerintem az egész ez egy izgalmas, tök jó lehetőség a számotokra, és már régóta szerettem valamiben zsűri lenni, hiszen ki ne szeretne valamilyen zsűri lenni, én például alsóban mindig az ilyen farsangi versenyeken akartam zsűritag lenni, de soha nem választottak be. És ennek a kampánynak hát az a lényeg, hogy megosztjátok a kreativitásotokat, az ötleteiteket, és itt van például az én egyik ilyen ötletem. Aj, már megint elolvastam a könyvem, de mit kellene olvasnom, annyi könyvem egyszerűen nem tudok választani. Eljött a mit is olvassak a ideje. Igen, és akkor az arckennelés, és nézzük, hogy mit mond. Attila, nagyon össze vagy zavarodva, ezért valami megnyugtató lenne jó neked. Igen, igen. Ez eddig tetszik. Olvasál újból a villától majd. Annyit szeretném még hozzátenni, hogy ezen a héten a nyertes, akit én fogok kiválasztani, egy Dell monitor fog kapni, és az egész versenynek a végén pedig az ilyen nagy nyertes, szerintem ezt így mondjuk, a többi zsűri taggal fogjuk őt kiválasztani, aki pedig egy laptoppal lesz gazdagabb. Egy laptoppal. Szóval remélem, hogy sokatoknak felkeltette ez az egész az érdeklődését, és sokan fogtok jelentkezni, én már várom, hogy küldjetek az ötleteiteket. Én Attila lettem volna, hamarosan útból találkozunk. Sziasztok! Zsuzsuk!